Az idén ősszel is megrendezte a Nemzeti Kulturális Alap segítségével Beregfürdő önkormányzata a Körmendi Lajos írótábort. Most is, mint minden évben, a táborlakók Körmendi Lajos sírjához mentek el legelébb. Majd a nyáron elhunyt költőtárs Szenti Ernő könyvét mutatta be Mezei Katalin a Bodlászló Művelődési Házban. Berta Zoltán Rideg István Körmendi Lajos világa című kötetének első részét ismertette ugyanezen az estén. Kioktatom, mindig akadt, mindig volt illefit májom. Erdőn élnem, erdőn túlnam, életen át áruhásom, viseltem a magyarságom. Viseltem a magyarságom. Viselem, hát mit tehetnék, ha valaki így akarta. Bizonyára szüksége volt, mellesztők közt egy mindig friss, fehér inges közmagyarra. Fehér inges közmagyarra. Hétköznap is azért jártam, fehér ingben azért járok, hogy legyen, mint többen jelen, az engemet kioktató, az engemet lefitymáló. Fehér ingben azért járok, ne tudják meg, hogy ünnepem van-e, vagy nagy sötét gyásznyom. Fehér ingem, én áruhám, sebemre gyolcs, csatáimban nem búduló harci zászló. Nem búduló harci zászló. Amikor el magas tegű innesőről átviszkálom, azt kívánom tengerjáró kapitányi sapkájával, a túlparton maga várjon, a túlparton maga várjon. Az idei Körmendi Lajos írótábor gazdag programkínálattal állt az érdeklődők rendelkezésére, hiszen kiállítóként jelentek meg a Marosvásárhelyi Fotóklub tagjai. A tárlatot Gálfalvi György ajánlotta mindenki figyelmébe. Ezen az estén emlékeztek meg a Kunságban élt Kis Tamás költő 100. születésnapjáról is. 2012. szeptember 19-én szerdán Berec András ének és mesemondó vállalta a tábor a bereki lakosok és vendégek szórakoztatását. Van egy jövője a Gutenberg Galaxisnak címmel irodalmi lapok seregszemléje is volt a tábor ideje alatt, melyen a Hangraforgó együttes vállalta a közreműködést. Elsőként a Magyar Naplót, a Magyar Írószövetség lapját mutatta be Szentmártoni János. Szabad kezet kaptam is, dolgozhattam a Magyar Naplónál. Többek között kibontakozhatott a folyirat körül az év versé, az év novellája, az év esszéje cím, antológia család, amelyről talán mindannyian tudunk. Jenei Gyula, a Jász-Nagykunszolnok megyei Eső című negyedévente megjelenő irodalmi újságot ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Most az esőről mit lehet mondani? Igazából Körmendi Lajos neve mindenkinek ismerős, itt az egykor Jász-Nagykunszolnok megyében szerkesztett Jász-Nagykunszolnok megyei lap a Jász újság által keletkezett külbe lépett be az Eső 98 karácsonyára járt az első számunk, az még egy ilyen kis vékonyka, tulajdonképpen a Parnaszos költészeti folyóiratba beaplikált történet volt. 2000-ben önállósítunk, azóta negyed évente jelenünk meg, nagyon sok tematikus számot csináltunk. Az Együtt című folyóiratot Vári Fábián László, a Kárpátalján élő költő, és a szerkesztőbizottság elnöke mutatta be. Amikor a lapot létrehoztuk, illetve beújítottuk 2002-ben, arra gondoltunk elsősorban, hogy az irodalom egy ilyen kis népcsoportnak, a nemzeti résznek az irodalma, akkor lesz teljes, hogyha fóruma is lesz, és ez a fórum kellőképpen össze tudja fogni a Kárpátalján élő magyar alkotókat, illetve azokat az írókat, azokat a szerzőket,
akik Kárpátaljához úgy kötődnek, mi akkor is kötődnek, hogyha elhagytak bennünket, ha Budapesten, vagy éppen Erdélyben élnek, vagy a Felvidékre, a sorolt őket a sorsuk. De fontosnak tartják azt, hogy a jelenlétüket éreztessék, mert ezáltal is szeretnének a szülőkhöz kötődni. Nem kapott vízumot hozzánk az Isten, szívünket bezárva sírunk, ha nincsen. Elvermelt szavai, halódó hangja, templomok neked kihagyó harangja. Fekete álmokat cipel utánunk, megöli, megfojtja maradék vágyunk. Ajtónkon esténként a sátán kopog, Káinok vagyunk mi, testvérgyilkosok. Más pásztorra bíztunk. Hazátlan árvából bitangok lettünk. Az ég is bevonult, végleg felettünk. A Bárka című lapra és online formájára Elek Tibor főszerkesztő és Farkas Velman Éva, a Bárka online szerkesztője hívta fel a figyelmet. 20. évfolyamára a lap, a legfontosabb törekvéseinket itt a hátoldalán olvashatjátok, a kánontöréstől kezdve a regionalitás és az egyetemesség összehangolásáig. Azt is tudjátok nagyon jól, hogy a Bárka
az előbb elhangzott dal, vagy vershez kapcsolódva össző magyar irodalmi folyóirat. Ugyancsak írótábori esemény volt, hogy Bereki ecsetvonások címmel a Debreceni Egyetem galériájában kiállítást nyitott meg Jókai Anna a Berekfürdői Nemzetközi Nagykun művésztelepen született alkotásokból. Az idei Körmendi Lajos írótábor kiemelkedő eseménye volt, hogy Berekfürdő önállóvá válásának 20. évfordulóján, melyet ez évben ünnepelt a község, az írótábor alapítójának, Jókai Anna Kossuth-díjas írónak díszpolgári címet adományozott. Gálfalvi György és Dubka György Tőkés Sándor díjat kapott.